Hello mindenkinek, sziasztok! Itt a várva várt videó, amit már többször belengedtem, hogy lesz, aztán mindig valamiért elsumákoltam, de most megvalósítom. Láttam, hogy Lizzo a TikTokon kipróbálja, milyen a görögdinnye mustárral kombináció, ami hát eléggé meglepőnek hangzik és tűnik első blikre. Arra jutottam, hogy én is ezt kipróbálnám, viszont nem volt itt se görögdinnyem, sem mustárom. És hát arra gondoltam, hogy ha már elmegyek és ezeket beszerzem, akkor titeket is megkérdezlek, hogy nektek milyen olyan bizarr kaja kombóitok vannak, amiket ti nagyon-nagyon szerettek, viszont más mondjuk fanyalog rá, vagy pedig undorodik tőle. Instagramon tettem fel a kérdés matricába, és hát rengeteg, tehát tényleg borzalmasan sok kajakombináció ötlet érkezett. Voltak visszatérő elemek, ilyen például a McFreezy-be mártott sült krumpli, ami hát egy tök basic dolog, tehát hogyha én is eszek valaha Mackie-ben ilyeneket, akkor ezt mindenképpen kombinálom, úgyhogy ezt kihagyom ebből a videóból. Nagyon sokan írtatok a lecsós kajötletet, amit azért nem borsítok meg, mert lecsót nem akartam csinálni, más csináltam, van itt bundás kenyér, palacsinta, harudacska, tehát, hogy sütöttem, meg készültem egyébként erre a videóra elég rendesen. Illetve szereztem egy üveggel abból, amit még szintén nagyon-nagyon sokan ajánlottok, különböző, hát majdnem azt mondom, hogy szírszarral, de mégis csak ajánlunk, tehát különböző felállásban, ez a Nutella, amiből szintén egy párat ki fogok majd itt próbálni a videó keretén belül. Szóval, hát látjátok, hogy viszonylag sok dolog van előttem, alig várom, hogy ezeket a kis bizarr dolgokat megkóstoljam. Mielőtt azonban belevágnék itt a kóstolásba, szeretnék arra kérni benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis csengőt, hogy az csilingeljen, amikor új videóval érkezem, illetve kommenteljetek majd a videó alá. A feliratkozás azért fontos, mert hogy lesz egy csomó-csomó tartalmam, egy pár nap fel is van véve, ami a jövőben ki fog kerülni a csatornára, ezek beszélgetős videók, de fogok innen a kis házi stúdiómból, a kis büszkeség polcom elől is készíteni videókat. Hetente egy videóval mindenképpen fog jönni, ezt megígérem, hogyha nem teljesítem, akkor most itt megígérem nektek, hogy valamilyen, nem tudom, valamilyen büntetést, amit kitaláltok, azt teljesíteni fogok, úgyhogy saját érdekem az, hogy elkészüljenek ezek a videók. A megjegyzés, a komment pedig azért fontos, mert kíváncsi vagyok arra, hogy akik esetleg nem írtak nekem Instán, azok milyen bizarr kajakombókat szoktak otthon kipróbálni, vagy szoktak otthon gyakorolni, tehát hogy szokták ezt tenni. Illetve hát az is érdekes, hogy mit gondoltak a videóról, mit gondoltak erről az egészről, milyen videókat szeretnétek látni, tehát mindenképpen kommenteljetek, várom a hozzászólásokat, abból táplálkozik az ember, abból építkezik. Oké, amondva vagyok, hogy kezdjük akkor a kóstolást azzal, ami a kiváltó ok volt, ez pedig a görögdínye mustárral kombináció. Úgyhogy ezzel meggyűlik a bajom. Ha! Nem tudok kinyitni mustárt, őrület. Szóval a dinnyém, a mustárom. Naturmustár, tehát ezért csípőset nem vállaltam be hozzá. Mustárt fel kell rázni, bazd meg. Na, szóval, mondjatok, hogy értem egy imát. Oda a helyeket. Lenyelem. Szóval az a helyzet, hogy ez egy pokoli dolog, ez a kombináció, mert egyrészt édes ugye a dinnye, meg ilyen egy leves, és akkor hozzájön ez a kesernyés mustár, ami szilárdabb, mint maga a dinnye, az állaga. Én ezt nem ajánlom. Jött egyébként egy másik gyümölcs ötlet mustárral, ez pedig a banán. Nem tudom elképzelni, hogy ez így vala is megtörténik, hogy bármilyen gyümölcs jó lesz mustárral. Nektek egyébként van egy gyümölcs, amit mustárra szerettek enni? Ezt a videót lehet, hogy nem kell megcsinálnom. Jézusom, hát ez nagyon rossz. Ez rosszabb, mint a dinnye. Hozzám kell majd inni magamnak. De rossz volt. Szóval én nem ajánlom kipróbálásra ezt a banán-mustár kombót sem. A mustárt ne együnk gyümölcsel, mert... Ami másik bizarr ötlet, az a tejszínhabos megoldások vonala. Valaki azt írta, hogy nagyon szereti a csípős kolbászt tejszínhabba lenni. Nézzük meg, a banán íze után szerintem már nagyon rosszabb nem jöhet.
Isten, az illata is mely borzalmas. Ez meg nem rossz. De lehet, hogy csak azért nem rossz, mert a tejszín nagyon gyorsan elolvad a számba, és kipróbáljuk úgy, hogy... Az van egyébként, hogy semlegesítik egymást. Tehát a tejszínból csérzem nagyon meg a csípőségét se a kolbásznak, úgyhogy tudom, hogy ízten dolgot ennék. Hogy ez miért jó, azt nem tudom, de hogyha már így van, akkor ebből még benyomok még egyet, hogy lássátok, nem vagyok én puhány. Jó étvágyat! Na, akkor jöjjönnek a palacsinták. Több palacsinta verziót raktam itt össze. Írtam ki az ajánlásatokból. Én egyébként az a palacsintát csináltam, legalább ennyivel legyen egy kicsit kimélőbb ez a kis kóstolás. Na, az első csiliszószos, mákos, nutellás palacsinta. Na, mákot egy kicsit bekeverem szerintem cukorral, hogy mégiscsak legyen valami édes kis íze. Vagy ez cukros már? Nem. Nem, a sima mák. Jaj. Fogalmam sincs, mennyivel szokták a mákot, mennyi cukorra szokták fel cukrosítani. Na, kicsit elkeverem. Csiliszósznak egy ilyen csiliszószt vettem, ami szerintem nem lesz annyira csilis, cserébe meg tudom menni későbbiekben is, mert... Azért lehet érezni rajta a csilit. Későbbiekben is tudom használni, mert nagyon kis a kalóriatartalma. Úgyhogy a én kis diétás életvitelem ez is tök jó. Jó, jól nyomjuk meg csilivel. Szórjuk rá a mákot. Jézusom, ez... Mert a kinézete is borzalmas. Na, hát próbáljuk meg. Jó étvágyat. Remélem, hogy mákos fog maradni a fogam a videó második felére. Én hülye, ezt a végre kellett volna hagynom. Annyira nem borzasztó, de valójában a máknak az ízét nem érzem, hogy több mák kellett volna bele. Inkább a csilinek kezdem, az eléggé intenzív és eléggé elveszi a másik íz, de a csilikrémes palacsinta egyébként jó. Próbáljátok ki. Mákot kihagyhatjátok, az nem kell bele. Felesleges. Következő palacsinta, az tejfrőt cukros édesítéssel. Ízesítéssel inkább azt mondom. Tejföl. Én nem szoktam ennyi tejfölt. Egyáltalán. De a cukros tejföl, azt tudom egyiket, hogy nem rossz. De maga a tejföl, mint töltelék, az nekem egy kicsit idegen. A világomtól. Cukrot szóval öntsük rá bőven. Ennyit a diétádnak evente. Cukros töltelék, minden cukros. Na. Jó étvágyat. Ez a tejfő, ez nem rossz egyébként törteléknek szinte a palacsintában. A palacsinta egy ilyen szerencsés kaja. Bármit tudsz belönteni, vagy beletölteni. Isteni minden, hogy imádom a palacsintájéket. Ez sem volt rossz. Még van egy palacsinta ötlet, ami a májkrémes palacsinta. A májkrémés vagyok teljesen oda. Megmondom őszintén, én néha kutyának szoktam venni májkrémet, amikor megelégeli a kutya kaját és nem eszi meg. Akkor azzal szoktam egy kicsit visszahozni a kedvét a kajáláshoz. Magamnak így nem eszembe se jut májkrémet adni, mondom őszintén, mert egy kicsit sokat iszettem ki belőle. Biztosan ilyen folytó lesz, ezt már most látom. Meg fog fulladni. Jézus. Hát érem kellett ma tényleg ennyit ráraknom. Sőt, le is fogok most ebből venni. De hova? A bundás kenyerem mellé. Menj mellé. Áj, de utálom az állagát is. Ő... Elképesztő. Tehát... A máját szeretem. Enni a krémét? Annyira nem. Tomó! Gyere kiskutyám, gyere! Van itt májkrém. Nem jön. Nem kell neki se a májkrém. Felkészültem minden esetőségre, legalábbis remélem. Májkrémes palacsinta. Az előbb azt mondtam, hogy palacsinta minden töltelékkel jó. Kiderül, hogy ez megállja a helyét a májkrémnél is.
rakok be egy kis tejfélet, megfulladok tőle. Fú, de rossz ennek az utó íze. Azt a kutya fejet a májkrémnek. Jesszus. Uff. A tejfölös íze ehetetlen. Ne próbáljátok. Úristen. Na próbálkozom. Semmi köpöm. Jézusom. Eddig ez volt a legrosszabb. A szent kaját, mint a palacsinta. Elrontani. Jöjjenek akkor a bundáskenyeres ötletek. Bundáskenyér porcukorral volt az első ötlet. Ráraktam a májkrémet erre. Ránézek és már rosszul vagyok a májkrémtől. El kell, hogy mondjam, hogy nem csináltam soha bundáskenyeret így a videó előtt, úgyhogy az első bundáskenyér sütésem volt ez. Ez nem sikerült egyiket rosszul, nem kóstoltam meg, de majd most kiderül. Nem vagyok maszatos, és nem ilyen kajafoltakkal a számon nyomom végig a videó további részét, már fogom úgyis biztos mákos. Na szóval, bundáskenyér és porcukor, az az ötlet, nagyon meg van töltve. Nem sajnálták a porcukrot, az biztos, betöltötték telibe. Ugye a bundáskenyér az kenyér, meg valójában tojás, kisütve, én olívaolajba sütöttem. Hát meg azt hiszem, az nem tudja, mint a kokainozni. Na, ennek. Hú, de kell ez a porcukor is. Egészségetekre. Feltöbbettem. Porcukor. A szápadlásomra. Egy jól vagy, nem rossz. De még felragad, nagyon rossz. Elkövető. Erre sem fog rászokni az a helyzet. Tiszta olaj vagyok a kenyértől. Van itt egy hardacskás ötlet, mégpedig harudacska vanília pudinggal. Igazán endiból én harudacskással nagyon szoktam enni, mert hát az is panírozott, meg ki kell sütni, mit tudom én micsoda, a pudingot sem nagyon szoktam enni. Jaj, de jó, ezt kéne ennem. Harudacska vaníliás puding. Júj, de rossz. Tényleg ennyire rossz. Te, aki ezt írtad. Te ki akartál nagyon szúrni, mi? Figyelj, ez borzalmas. Na, van még egy harudacskás ötlet, amit írtatok, az a tejszínhabbal a harudacska. Szerintem a tejszínhabbal se sokkal jobb. De hogyha már lúd, akkor legyen kevér. Ez nem semmilyen, de igazából nekem a harudacska van a bajom szerintem. A halicét én nem nagyon tudom mással elképzelni, mint magában. Tehát nem szeretem a halat semmiféle mártással sem, meg semmiféle, nem tudom, ketchupban, semmivel. Ha szerintem az így magában jó az íze. És arra gondoltam, hogyha már, itt van a tejszínhab, akkor kipróbálom a bundáskenyér tejszínhabban. Nem, ne próbáljátok ki. Jézus. Akkor ugye a végére nézzük ezeket a nutellás megoldásokat, de viszont ezt hoznom kell kenyeret. Szerintem, hogyha már itt kipróbáltam ezt a ízét, gyere már le, haver. Na, az első, az a csemege uborka nutellával, azt mondja, hogy valaki azt írta, hogy a terhesség alatt tette ezt. Úgyhogy ez egy csodás terhes kaja lesz. Azért izgalmas. Ez is minek így? Mert semmi. Csak a leveses, löttyös ízék keveredik a sűrű krémmel. Nem jó. Nem is rossz, semmilyen. Ja, de rossz. Most keveredett a csemegúrka leve, meg a nutella. Hínya. Gyerekek, hát most nézem, hogy rosszul csináltam. Hát az egyik ízére nutellás volt írva, amit nem csináltam meg nutellásra, az volt a csilis, nutellás, mákos palacsinta. Úgyhogy ezt most akkor vissza a palacsintához. Na, hol a csili krémem? Ha. És akkor egy kis mákot. A jó Isten. Ennél borzalmasabbat én még nem ettem. Sem most, se soha. Jesszusom. Aki ezt szereti, azt mondom, hogy UFO, valami űrlény, valami sátánfattya, vagy valami, nem tudom.
Oké, nutellás kenyér savanyú káposztával. A nutellás megoldások hogy jutnak eszetekbe, azt én fel nem fogom. Tényleg. Hogy? Hogy ugrik be, hogy a nutellás kenyeret keverjük káposztával, savanyú káposztával, mert az biztos olyan finom lesz, olyan ízletes, olyan kecsegtető. Én megkóstolja, és továbbra is eszi. Tehát nem az van, hogy így megijedt tőle, hogy mit talál ki, hanem továbbra is eszi. Mert ő azt szeret, és ajánlja, hogy próbáljam ki. Ekkor, hogy fotózzam, lássátok, mert megtártak, amit én. Az Isten óvjon meg. Savanyú káposzta is valami sátán műve. Olyan is az íze, hogy a nutellát teljesen elnyomja. Nem is érzem a nutellát belőle. Ez se nem rossz, se nem jó. Lehetném a savanyú káposztát önmagában is, kb. Ugyanezt érezném a számban. Nutella az teljesen felesleges, meg a kenyér is egyébként, mert a káposzta az magával is jó. Hogyha már itt van egy ilyen kis megkezdett nutellám, akkor ezt a másik utolsó nutellás ötletet is kipróbálom. Nutella és rá tejföl. Ez is undorító, hogy kinéz. Az íze nem tudom milyen lesz, de kipróbáljuk. A cukros tejfölként nem rossz. Az édes a tejföllel nem rossz, ezért ez se olyan rossz, csak kicsit több nutella kell rá. És kicsit kevesebb tejföl szerintem. Így jó. Sok nutella, kevés tejföl és fincsa, de tényleg próbáljátok ki, azt ajánlom. Na jó, oké, nekem ennyi elég volt a kóstolásból, le is mert a kamerám, ez egy másik kamera, azért talán kicsit máshogy látjátok a képet. Mindenesetre, hát köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót és kitartottatok velem, amíg végigkóstoltam ezt a csodálatos menüsort, amit ti kijelöltetek nekem. Tényleg kavarog a gyomrom, szóval, hogy senkit nem ajánlom, hogy ezt utálám csinálja. Gyilkos történet. Szóval, ha tetszett a videó, akkor adjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok egészen nyugodtan, kommentbe írjátok meg, hogy mi az, amit ti is szerettek ezek közül, a borzalmak közül, mi az, amit kevésbé szerettek, mi az, amit még ki kellett volna próbálnom, mi az, ami egyébként tuti frankó, pedig nagyon bizalnak hangzik. Meg hát mondom, írjátok meg, hogy milyen típusú videókat szeretnétek majd tőlem látni a jövőben, kíváncsiak a véleményetekre. Iratkozzatok fel a csatornára, és legyen szép napotok!